Sziasztok! Nem nagyon csináltam így az ősz folyamán videókat, vagyis elég keveset. Most egy kicsit megtoljuk. Hát, csak itt a szőlőket mutatnám meg, amik most nem látszanak, mert be vannak takarva az ónos eső ellen, hogyha lesz, már megelőzésképpen. Itt, amit láttok még, azt csináltam, hogy a szőlőknek a sorát olyan másfél ásónyom mélyen kiástam, és marhatrágyával föl lett töltve, és ezen kívül még ide hordom ki a tövek közé a fahamut. Így még van itt két sor, amit így meg kell csinálni. Kint a kertben is van még egy pár sor, amit ugyanígy ki kell ásni. Itt is trágya van hordva és falevélre pakolva még, hogy komposztálódjon majd, ha jön a tavasz, jön az eső, meg hogyha esetleg esne a hó a télen, ami nálunk nem jellemző sajnos itt a Délalföldön az utóbbi években, pedig jó lenne, akkor szépen majd mossa be a tápanyagokat a földbe. Fahamu az a magas kálium tartalma miatt jó. Nézzük meg. Itt van például egy... Mindjárt megnézzük, hogy ez egy milyen csemete van itt alatta. Ezek őszi telepítésűek, így kitámasztom lábbal. Ez egy parfüm. Parfüm, egy fehér csemegeszőlő. Állítólag nagyon illatos, muskotályos, majd meglátjuk, ha megmarad. Tehát miért nem maradna meg? Kiástam a 40x60-as gödröket, egy 60x60-as, nem egyforma méretűek voltak. Legarulra ment marhatrágya, utána egy pár centi föld, erre talajfertőtlenítőt szórtam, azt is betakartam egy kis földdel, utána pedig mikoricatablettát morzsoltam szét, és arra raktam rá a visszavágott gyökerű szőlőt. Aztán betemettem, beiszapoltam, és akkor várjuk a tavaszt. Meg nyilván így betakartam, ahogy látjátok. Úgyhogy más nem nagyon tudok mutatni. Mínusz 6 fok volt éjszaka, most sincs sokkal melegebb. Horgászat volt a mai terv, de a horgásztó az be van fagyva, úgyhogy majd valószínűleg a két ünnep között lemegyünk pergetni. Hát azt hiszem, hogy ennyi. Sziasztok!